Csernobil. 30 éve robbant a reaktor, máig érződnek a hatásai Erdélyben is. Lezárult a jelentkezés, ma volt az utolsó nap az önkormányzati jelölteknek a támogató aláírások iktatására. Vészhelyzet. Telefonos alkalmazást indított a belügyminisztérium a lakosság figyelmeztetésére és tájékoztatására. Köszöntöm Önöket a Híradóban! 30 éve történt a csernobili atomkatasztrófa, amikor felrobbant az atomerőmű 4-es reaktora. Az esemény nem csak az emberek emlékezetében él, negatív hatásai ma is érződnek. Így néz ki ma a csernobili 4-es atomerőmű és környéke. Elburjánzott növények, hátrahagyott személyes tárgyak. Bár az 1986-os robbanásnak az erőmű közvetlen közelében voltak a legsúlyosabb következményei, hatását egész Európában, így Erdélyben is érezték. A szél egész Európába elvitte a radioaktív felhőt. Vasárnap templomba voltunk, és a tiszteletes úr azt mondta nekünk, ezt a hírt közölte, hogy Oroszországban volt egy atom erőműnő, egy robbanás és sugárzás veszély áll fenn, és jod tablettát osztott a tiszteletes úr nekünk, és azt mondta, hogy nagyon vigyázzunk, mert a vizek nagyon fertőzöttek. Mócsi Ildikó a Kolozsvári Közegészségügyi Intézet sugárlaboratóriumában volt kutató, amikor a baleset történt. Kollégáival együtt több mérést is végeztek. Az első időszakban a jód, ezt követően a cézium jelentett veszélyt. A Székelyföldön, Hargitában, a hegyekben még lehetnek olyan területek, ahol a cézium átmegy a gombába, az erdei gyümölcsbe, mert azok megbontatlan talajok voltak, és a cézium az megáll az első 10-15 centiméternél. Figyelmeztették az embereket, hogy ha majálisozni mennek, a hegyek helyett a tengert válasszák, mert a nagy mennyiségű víz kevésbé volt szennyezett, de senki nem hitt nekik. Ennek pedig máig tartó következményei vannak. Urai Zoltán a Kolozsvári Onkológiai Intézetben dolgozott. Megfigyeléseik szerint a robbanás 100 kilométeres körzetében jelentősen megnőtt a daganatos betegek száma, elsősorban a pajzsmirigy rák terjedt el. A legújabb adatok szerint ez volt a rekord 2010-ben, 2864 új betegünk volt. Nem jön, hogy elhiggye az ember, hogy mégis Csernobillel összehasonlítva jóval kisebb dózis kaptunk. Urai Zoltán hozzátette, nem bizonyított, hogy a rákos betegségek gyakori előfordulásának a sugárzás az oka, de nem találnak más magyarázatot. Elkapta a korrupció ellenes ügyészség Kötölink kérékést Nagybánya polgármesterét. Az ügyészség közleménye szerint tetten érték a városvezetőt, arra azonban nem térne ki, hogy pontosan mit is csinált a rajtaütéskor. Az ügyészek a női kézilabda csapat illegális finanszírozása kapcsán hivatali visszaéléssel, valamint okirathamisításban és adócsalásban való bűnrészességgel vádolják a polgármestert. Kötölink kérékés a nap folyamán szabadon távozott az ügyészségről. Válaszolt Klaus Johannis azoknak, akik hallgatásáért bírálják. Az államfő egy temesvári konferencia megnyitóján mondott beszédet. Hallgatásomat sokan félreértik, fogalmazott temesvári beszédében Klaus Johannis. Az államfő hangsúlyozta, az ország első emberének szerinte nem konfliktus generáló tényezőnek kell lennie, hanem kiegyensúlyozottságot kell sugalnia. Azok az idők, amikor az elnök átvette a kormányfő helyét, elmúltak. Ez nem azt jelenti, hogy nem fogok közvetítőként fellépni, amikor szükséges. Megtettem eddig is, és megteszem mindig, ha olyan fontos témákról van szó, amelyek az emberek jólétét, az ország állapotát érintik. Sok tekintetben elégedetlen vagyok a kormánnyal, de nem mindent a nyilvánosság előtt kell megoldani. Arról a személyét ért bírálatról is beszélt, hogy sokat utazik. Szerinte azonban minden útján olyan kapcsolatokat újított fel, amelyekre az országnak szüksége van. Akik azt jósolják, hogy idő előtt befejezem a mandátumomat, ne legyenek illúzióik, mondta, mert végigviszem azt. Ugyanakkor türelmet kért azoktól, akik azt vetik a szemére, hogy ígéretével ellentétben sok minden nem változott meg az országban. Úgy fogalmazott, bizonyos változásokhoz sok időre van szükség, mert nagy a társadalom ellenállása. Ma volt a jelölt listák benyújtásának határideje a helyhatósági választásokra.
Az RMDS Hargita és Kovászta megyében ezúttal is megyei tanácsi többségre számít, a két megyei tanácselnök pedig folytatná a megkezdett munkát. Hargita megyében Borbóly Csaba, a megyei tanács elnöke, és Barti Tihamér alelnök vezetik a listát. Borbóly Csaba, az RMDS megyei tanács elnök jelöltje elmondta, hogy összefogással lehet a legjobb eredményeket elérni. Alázattal szeretnénk továbbra is dolgozni, kiszolgálva megye lakosságát, és hát nagyon fontosnak tartjuk a kisfalvainkat, nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a nagyobb közösségekben és a közösségépítés tekintetében, a városokban, a nagyobb községekben folytatódjanak a tevékenységek, hisz jó hangulatban, egymásra odafigyelve többet lehet elérni. Kovászna megyében Tamás Sándor jelenlegi elnök vezeti a megyei jelölt listát. Nem azt néztük, hogy kinek milyen régi a párttagsági könyve, hanem azt néztük, hogy milyen ember. Azt várjuk a jelöltjeinktől, hogy településfejlesztéssel és közösségépítéssel foglalkozzanak. Azt kerestük, akik tisztességes, rendes emberek, akik dolgozni tudnak, mert ezekkel a tisztségekkel nem bársonyszégeket fognak megkapni, hanem jó sok munkát. Hozzátette, jobban szerette volna, ha idén is közvetlenül a választópolgárok választják meg a megyei tanácselnököt, ettől függetlenül azonban ő marad a szövetség tanácselnök jelöltje. Ma délelőtt iktatták Kolozsváron is az RMDSZ-es polgármester jelöltet, illetve a városi és megyei tanácsos jelölteket támogató aláírásokat. Horváth Anna jelenlegi alpolgármester, az RMDSZ kolozsvári polgármester jelöltje és a városi tanácsos jelöltek közösen adták le az önkormányzati választáson való induláshoz szükséges okmányokat és a több mint 3500 támogató aláírást a városi választási irodánál. Igyekeztünk minél inkább meghonosítani azt a bizalmat, azt az elképzelést, hogy a kolozsvári magyar polgárok is visszanyerjék önbizalmukat a közigazgatásban. Megerősödjön az a hitük, hogy az önkormányzatnak őket is ugyanúgy kell szolgálnia, mint a román embereket. Ezt úgy gondolom, úgy tudjuk folytatni, hogyha ez a képviselet megkerülhetetlenné válik a városi tanácsban, tehát megerősödik. A június 5-i választásokon a jelenlegi 4 önkormányzati képviselő számát 7-re szeretnék emelni. Horváth Anna szerint ez nem egy megvalósíthatatlan célkitűzés, elérése csak a kolozsvári magyar embereken múlik. Az RMDSZ Kolozs megyei tanácsosi jelöltjeinek az iktatása után elhangzott, a cél a jelenlegi 5 helyett legalább 6 képviselőt bejuttatni a tanácsba. 602 000 szavazatjoggal rendelkező személy volt, annak az 1%-a 6027 aláírást kellett letenni, mi ennél 2880-nal tettünk majdnem többet le. Ez abból a szempontból is, hogy minél reprezentatívabb, minden településre gyűjtöttünk aláírást, mert számunkra fontos az, hogy minden közösség képviselve legyen a megyei tanácsban. Az RMDSZ Kolozs megyei szervezete összesen 47 tanácsosi jelöltet és 8888 támogatói aláírást iktatott. Marosvásárhelyen is ma nyújtották be a jelölt listát. Az RMDSZ-es jelöltek célja, hogy változást hozzanak a város, illetve a megye lakóinak életébe. A megyei tanácsos jelöltek listáján 44 név szerepel. Brassai Zsombor megyei RMDSZ elnök elmondta, a cél, hogy legkevesebb 13 tanácsos bejusson a Maros megyei önkormányzatba. Az RMDSZ Maros megyei tanács elnök jelöltje Péter Ferenc, Szováta polgármestere. Úgy gondolom, hogy fel vagyok erre a feladatra készülve, és akkor ebben az esetben pedig sikerült olyan ember találni, aki szerintem méltóképpen fogja tudni képviselni tovább Szovátát, és én elindulok ezen az úton, attól függetlenül, hogy mekkora reszkír van benne. A megyei tanácsosi listához 27 000 támogató aláírás gyűlt össze. Ugyancsak ma adták le a városi tanácsosokat támogató aláírásokat is. Úgy gondolom, hogy nagyon sok szinten kellene változást eszközölni a városban. A városvezetést, a város gazdasági kulturális életét illetően, ugyanakkor számos teendő van a város magyar közösségének életét illetően is. A városi jelölt lista összeállítása körül több konfliktusra és félreértése is sor került, de végül sikerült megállapodásra jutni a lista tartalmáról. Otthonról is megújíthatják a személyazonossági igazolványukat azok, akik egészségügyi okok miatt nem tudják elhagyni otthonukat. Kérhetik, hogy a lakosság nyilvántartó hivatal küldjön ki egy megbízottat, akinek segítségével kérvényezhetik az új személyazonossági igazolvány kibocsátását. Az intézkedés célja, hogy a júniusi önkormányzati választásokon mindenki élhessen szavazati jogával. Ennek érdekében a választások napján sürgősségi eljárással a kérvény benyújtását követő pár órán belül kiállítják a személyiket.
Ingyenesen letölthető okostelefonos alkalmazást fejlesztett ki a Vészhelyzeti Főigazgatóság, amely a vészhelyzeti hatóságok és az állampolgárok közötti kapcsolatot könnyíti meg szükség esetén. Ugyanez az applikáció segít felkészíteni az embereket a rendkívüli helyzetekre. Egyelőre az iPhone-okon és az androidos okostelefonokon érhető el a belügyminisztérium alkalmazása. Hamarosan azonban a Windows operációs rendszerhez is elkészül egy változat. Az alkalmazásnak 4 eleme van: hírfolyam, riasztás, oktató rész és egy olyan interaktív felület, amelyen a felhasználók vészhelyzeteket jelenthetnek be. Az alkalmazás célja a lakossággal való kapcsolattartás vészhelyzetben. A lakosságnak lehetősége nyílik jelezni képekkel és szöveggel bizonyos helyzeteket, amelyek a központunkba jutnak. A legfontosabb azonban a felvilágosító rész. Több tanfolyam és felvilágosító anyag lesz elérhető, amelyek révén az emberek felkészülhetnek a különböző helyzetekre. Továbbá ez egy riasztási lehetőség is, amellyel meteorológiai és egyéb riasztásokat küldhetünk ki. A készítők szerint az alkalmazás úttörő szerepet vállal Romániában. Súlyos vészhelyzet, mint például földrengés esetén, életmentő lehet. Egyrészt, mert tudjuk, hogyan cselekedjünk, míg megérkeznek a mentőalakulatok, másrészt fontos információkat közölhetünk a hatóságokkal. Segély és ellenőrzés, nézzük a híradó további témáit. Minden gyermek óvodába. A jogosultak alig negyede kapja meg az 50 lejes támogatást. Húsvéti ellenőrzés. Fokozottan vizsgálják a hústermékeket az ortodox húsvét előtt. A Nagykőkülönmenti községben, Bögözben ülésezett rendkívüli módon Hargita megye tanácsa. Az ülés napirendjén a megszokott határozattervezetek mellett a község életébe való betekintésre is lehetőség nyílt. A helyi kultúrotthonban tartott kihelyezett tanácsülésen igent mondtak többek között a térségfejlesztésre és vidéki turizmusra vonatkozó pályázatokra, szavaztak a tanács évi tagdíjainak befizetéséről a közösségi fejlesztési és kistérségi társulásokba. A tanács tagjai a helyszínen tekinthették meg a felújítandó muzsnai községi utat, a felújítás alatt álló agyagfalvi iskolát, valamint az épülő décsfalvi református templomot. Itt voltunk ma Bögöz községben, próbáltuk megnézni azt is a mai nap folyamán helyszínen, hogy melyik munkálat hogy áll, milyen fázisban van, hisz ez a község 8 falvával példaértékűen dolgozik, szinte azt lehet látni, hogy az autonómia itt meg van valósulva, hisz mindegyik falunak van saját falutanácsa, a falutanács dönt a falu pénzéről, és felelősen döntik el, hogy mikor milyen beruházást, javítást végeznek. Az ülés végén helyi személyiségeket tüntettek ki Hargita megye tanácsa díjaival. Mártonáron emlékéremmel jutalmazták Jakab Lajos katolikus plébánost, Fosztó József református lelkészt és Zongor Irma iskolaigazgatót. Önzetlenség díjjal pedig a bögözi önkéntes tűzoltóságot, valamint Sala Attila, Hegyi Imre és Dobai János helyi vállalkozókat. Elindult és működik a Minden gyermeket az óvodába program. Az új jogszabály értelmében havonta egy 50 lejes utalványt kapnak azok a kisjövedelmű családok, akik rendszeresen járatják óvodába vagy napközibe a gyereküket. A támogatást egyelőre negyed annyian sem kapták meg, mint ahányan jogosultak lennének rá. A húsvéti vakáció második napján otthon unokatestvérével játszik a középcsoportos Sanyika. Azt kérdeztük tőle, mit szeret a legjobban csinálni az óvodában. Játszani. És ebédelni. A kisfiú rendszeresen jár óvodába, és ez az egyik feltétele annak, hogy a családja megkaphassa az 50 lejes utalványt. A másik pedig, hogy a családban az egyfűre eső jövedelem ne haladja meg a 284 lejt. A család már átvette az áprilisi vásárlási utalványt. Arra kötjük, hogy élelmet vegyünk, a kis gyerekeknek vegyük meg a játékszert, a kariókát, vegyünk nekiek meg felszereléseket. Az óvoda feladata, hogy tájékoztassa a szülőket a lehetőségről. Az igényléshez szükséges dossziét a helyi önkormányzathoz kell benyújtani. Nagyernyében már sok család megkapta az első utalványt, tudtuk meg a polgármestertől. Ernyében jelenleg több százan vannak, de mivel most indultunk be a legelső hónapra, 36 utalványt rendeltünk meg, mert
a jelzések szerint erre volt igény, de ezek a számok változni fognak. Így néz ki az utalvány, amely élelmiszerre, ruhára vagy tanszerre váltható be. Áprilisban országszerte 30 ezer család kapott ilyen utalványt, de az adatok szerint 110 ezeren jogosultak rá. Sokan egyébként azért nem kapták meg a juttatást, mert elmulasztották a papírok leadását, vagy túl sokat hiányzott a gyerek az óvodából. A hiányzók listáját egyébként minden hónap elején lekéri az önkormányzat az oktatási intézményektől. A program nem titkolt célja, hogy minél több kis jövedelmű család rendszeresen járassa óvodába a gyermekét. Sokan használják, de súlyos mellékhatásokkal járhat. Visszavonják a romániai gyógyszerpiacról a Bioparox alapú spréjeket. A Bioparox alapú spré felső légúti fertőzések kezelésére lokálisan használt antibiotikum és gyulladás csökkentőszer. Gyerekek esetében is gyakran felírják. Egy antibakteriális hatású és légúti gyulladás csökkentő hatású szer torokgyulladásokban, órnyák, a hártyának a gyulladásaiban használjuk. Ez használatos más országokban is, más elnevezés alatt ez az alapanyag. Az Európai Gyógyszerügynökség azonban megállapította, a Bioparox alapú spréjek használata nagyon súlyos mellékhatásokkal járhat. Az ügynökség szerint a fuzafungin hatóanyagú gyógyszer növelheti az antibiotikummal szembeni ellenállást. A gyógyszerészek is arra a következtetésre jutottak, hogy a fuzafungin alkalmazásának előnyei nem haladják meg a kockázatait, tekintettel főként a súlyos allergiás reakciókra. A Bioparox spray, vagy más, aminek a hatóanyaga a fuszafungin, tehát minden ilyen spray, súlyos allergiás reakciókat okozott. Ez abban nyilvánult meg, hogy bronhospazmus jelentkezett a betegeknél, ez azt jelenti magyarul, hogy hörgő, görcs, tehát a légző izmoknak a hosszantartó és erős összehúzódása, ami légzési nehézségeket okozott. A gyógyszerügynöksége miatt javasolja a törzskönyvi engedély visszavonását az Európai Unióban. Romániában a Bioparox alapú spréjeket május 28-áig kell visszavonni a gyógyszertárakból. Közeledik az ortodox húsvét, ismét akcióba léptek a fogyasztóvédők és az állategészségügyi szakemberek. Most elsősorban a hústermékeket ellenőrzik, de elmondták, a tematikus vizsgálatok mellett egész évben járják a kereskedelmi egységeket, és ha kell, büntetnek. Bárányok várakoznak ezen a marosvásárhelyi piacon. A szakemberek azt tanácsolják, kizárólag engedélyezett vágóhídra vigyük az állatot. Nagyon sok ilyen fekete vágóhídak vannak, az udvarokon minden, de az nem égérikus dolog. Ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy a húst megbízható helyről szerezzük be. Ne vásároljanak az utcasarokról, az árokból, szóval olyan emberektől, akik nem vizsgáltatták be a húsokat állategészségügyi szakemberekkel. De egyúttal felhívom a kereskedők figyelmét is, hogy tartsák be a törvényt, és ne veszélyeztessék az emberek egészségét. A hivatal vezetője elmondta, lejárt húsért akár 45-50 ezer lejes büntetést is kaphat a kereskedő, de nem árt, ha a lakosság is figyelmesen vásárol. Megnézem a frissességét, az árát, és az szerint választok. Annyi a felhozatal mostan, hogy igazán lehet választani bőven. Csak ahol tudjuk, hogy biztonságosak. Az étel, főleg a hús, amely nagyon kényes, az nem jó játszani vele. Közeledik az ortodox húsvét, ezért most fokozottan ellenőriznek üzletekben, piacokon, állandó és ideiglenes vágóhidakon egyaránt. Kétnapos óvópedagógus konferenciát tartottak Székelyudvarhelyen, amelyen több mint 150 pedagógus vett részt. A képzés idei témája a román nyelv tanítása a magyar nyelvű óvodákban. Óvodások műsorával és köszöntő beszédekkel vette kezdetét az április 25-e és 26-a között zajló második óvópedagógus konferencia Székelyudvarhelyen, melynek résztvevői főként egyéni tapasztalatokra épülő előadásokat hallhatnak a két nap alatt. Az ünnepélyes megnyitón Burus Siklódi Botond elmondta, a román nyelvoktatás már kiskorban nagyon fontos kérdés. Én azt hiszem, hogy ezt mindenképpen differenciáltan kell kezelnünk ezt a témát is, mint ahogy általában a magyar nyelvű oktatás különböző kérdéseit kellene kezelnünk. És ez a differenciálás elsősorban a szakmai önállóság, a szakmai autonómia jegyébe kell, hogy megtörténjen. A megnyitón felszólalt Márton Adél óvodai szakfelügyelő is, aki elmondta, arra szeretnének hangsúlyt fektetni, hogy már kiskortól minél hatékonyabbá és érdekesebbé tegyék a román nyelv oktatását.
A konferencián a résztvevők kipróbált és bevált módszerekről, hatékony eszközökről hallhatnak kollégáiktól. Nyertek a tigrisek, sporttal folytatjuk a híradót. Bejutott a férfi kosárlabdabajnokság elődöntőjébe a Maros Kosárlabdaklub. A tigrisek zsinórban negyedszer is ott vannak a legjobb négy csapat között. Teltház előtt lépett pályára a Maros Kosárlabdaklub csapata, amely sorozatban harmadszor is legyőzte Krajovát. A kékfehérek kiválóan játszottak és megérdemelten jutottak tovább. Szenzációs hangulat, a játékosok mindent beleadtak, pozitív energia, mindenki harcolt, tisztán látszik a statisztikán is, hogy fölényesen vertük a lepattanókkal. Sajnos Hágyi nélkül kellett játszódjunk majdnem két negyedet, ami a csapatban egy nagy mínusz, de a többiek megmutatták, hogy igenis lehet. Az Ottyánok edzője gratulált a marosvásárhelyieknek és elismerte, hogy jobbak voltak. Mindannyian tudtuk, hogy esélyünk 90%-a már Krajován elúszott, mert kétszer is legyőztek minket. Azért jöttünk ide, hogy egy kisebb csodát tegyünk, de mint láthatták, a csodák nem történnek olyan könnyen. Az elődöntőben a Maros Kosárlabdaklub a bukaresti Steaua bukaresti Dinamo párharc győztesével találkozik. Három mérkőzés után a Steaua 2-1-re vezet, a negyedik összecsapást ma játsszák. Kikapott az éllovas Gyurgyútól a marosvásárhelyi ACA labdarúgó csapata. Gyurgye Csorcseri együttese hazai pályán szenvedett 4-1-es vereséget, és továbbra is nyeretlen a rájátszásban. A bajnokságból még két mérkőzés maradt hátra. Sok dicséretet kapott a marosvásárhelyi terepduatlon Európa-bajnokság szervező csapata. A Balkán-bajnokság és az Európa-bajnokság után van esély egy világbajnokság megszervezésére is. 24 ország több száz sportolója állt rajthoz az elmúlt hétvégén a marosvásárhelyi terepduatlon Európa-bajnokságon. A szervezők munkáját dicséri, hogy a Nemzetközi Szövetség megfigyelői elégedetten távoztak, akár csak a versenyzők. Nagyon szép volt, szeretem az ilyen versenyeket, egyszerű, de nehéz. Egyesek szerint ezek után már világbajnokságot kell rendezni. Kiváló. Tehát, hogy ennél jobbat Nyugat-Európában sehol nincsen. Tehát annyira jól megszervezi ezt a Péter, hogy tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy akár még világbajnokságot is szervezhetne itt. Az Európai Triatlon Szövetség honlapján számolt be az eseményekről, és annak fényében minden esély megvan arra, hogy egy nap Marosvásárhelyen akár világbajnokságot is szervezzenek. Ez volt a híradó, mutatjuk a szerdai időjárás részleteit, viszontlátásra!